Ez lesz a mai Vox 2024. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! A stúdióban itt van már Szent Iványi István külpolitikai szakértő és Rajnai Gergely, a Méltányosság Intézet elemzője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy-egy vélemény a tegnapi EU csúcsról. Nyilvánvalóan ezzel kezdünk ma is. Megállapodás született meglehetősen gyorsan. Igen, nekem az a véleményem, hogy nagyon jó, hogy ez a megállapodás megszületett, de ahogyan ez megszületett, és az a folyamat, ami idáig vezetett, az egy óriási kudarc és szégyen Magyarország számára. Ez egy kalandor politika volt, ami föltett mindent egy lapra, és hát még szerencs, hogy a végén aztán nem hívta le a 19-re a következő lapot, mert nem biztos, hogy 21 jött volna ki. Tehát én ezt egy nagyon rossz dolognak tartom. Úgy látom, hogy egy nagyon rossz menetben van a magyar kormány, már a decemberi csúcs is ezt mutatta, ez is erre utal, és még nem látjuk még mindig tisztán és egyenesen a svéd csatlakozás, NATO csatlakozás ratifikációját, már pedig, hogyha azzal további húzavona lesz, annak láthatóan nagyon súlyos következmény. Hát most egyre bonyolultabbnak tűnik az ügy egyébként, de most vissza akkor, Gergely, te mit gondolsz a tegnapi csúcsról? Szerintem ezt a stratégiát most már visszatérően alkalmazza a magyar kormány, hogy úgy gondolja, hogy az európai ügyekkel neki nem az a lényeg, hogy Európának valamifajta közös érdekével foglalkozzon, hanem hogy a magyar érdeket, amit ő akárhogy is határoz meg, azt próbálja érvényesíteni minden lehetséges esetben. Itt is egy olyan eset van, amikor egyhangúság kell, akkor ugye kell magyarok szavazata, ilyenkor lehet egy kis tárgyalási előnyt szerezni, és akkor ebből próbálnak minél többet kihozni. Itt most nem sikerült olyan sokat, mint decemberben, de én úgy láttam, hogy ez most egy egyértelmű külpolitikai stratégia, hogy az európai, a nagyobb európai ügyekben, ami most egyre több van, abban próbálnak tárgyalási előnyöket szerezni, és ehhez kapcsolnak minden más, nem pedig közös érdek. Mindig az a kérdés, hogy mi a magyar érdek. Hát pontosan, tehát én azt sem láttam, hogy decemberben olyan sokat hozott volna ki. Mit hozott ki? Azt, hogy elérte, hogy mindenki ráharagudott, amiatt, hogy egy újabb ülésre össze kellett jönni, tehát csak rontott a saját helyzetén, semmilyen előnnyel nem járt az, és én nem látom a magyar érdeket. Miért érdekünk nekünk az, hogy Ukrajna támogatását akadályozzuk? Azt az Ukrajnát, ami a mi szomszédországunk, ahol magyarok élnek, tehát én nem látom, hogy ez bármit is hozott volna számára, és amit most úgymond elért, az nevetséges, hát az semmit ahhoz képest, amit akart. Hát eredetileg mit mondott? Azt mondta, hogy költségvetésen kívül, azt mondta, hogy 20 milliárd, és azt mondja, hogy évenkénti felülvizsgálat. Ebből semmi nem lehet. Nézzük meg, hogy ő mit mondott, mármint a miniszterelnök hogyan értékelte, ezt meg tudjuk mutatni, és aztán jövünk vissza. Én elmentem a falig. Tehát azt tudom mondani, hogy ha ez a megállapodás nem jön létre, és Magyarország használja a vétójogát továbbra is, akkor az a helyzet állt volna elő, hogy megegyeznek 26-os körben, elküldik a pénzt Ukrajnának, azt nem tudom megakadályozni, és még a magyaroknak járó pénzt is elveszik, és azt is el fogják küldeni. Miért lett volna ez jó? Hát miért lett volna ez jó? Mi van, hogyha nem 21 jön ki, hogy az ön hasonlatával éljek, hogy 19-re lapot húz a magyar miniszterelnök? Én arról beszélek, hogy nem lett volna jó, tehát az a jó, hogy a végén végül is beleegyezett, mert ezzel nagyon rosszul jártunk volna, hogyha ő ezt megvétózza. Mi lett volna, ha megvétózza egyébként? Hát ugye pontosan ezt nem tudjuk, de azért az a munkacsoport, amit decemberben azért állított föl a tanács, egy belső, úgymond titkos munkacsoportot a tanács főtitkárságán a decemberi csúcs után, hogy dolgozzák ki, hogy milyen eszközeik vannak Magyarország együttműködése késztetésére, hogy finoman fogalmazzak, de többen a megbüntetésére. Ebből sok minden kiszivárgott a Financial Times cikkében, csak ők nem tudták, hogy miről beszélnek. Tehát nem ismerték a státusát és a hátterét ennek a dolognak. Ez egyértelműen arra utalt, mi volt ebbe benne? Az, hogy minden pénzt fölfüggesztenek, az, hogy egységesen kiállnak és elmondják, hogy Magyarország további támogatásokra nem számíthat, aminek katasztrofális következménye lettek volna a pénzpiacokon, bedölt volna a forint, az ország elriasztotta volna a befektetőket, meg akarták fosztani a szavazatjogát, megfosztották volna a szavazati jogától, az elnökségétől, tehát ezt egyébként Orbán Viktor is tudta, és nem véletlenül hátrált meg. Igaza van abban, hogy elment a falig, tényleg elment, és ha ott át akar menni a falon, akkor ott koppant volna. De nem csak ő, hanem az egész ország. Szerintem ő úgy érzi, hogy mindig el kell menni a falig. Tehát, hogy neki az egy szempontja van az Európai Unió, nem egy, de mondjuk ez a fő szempontja az Európai Unióval való viszonyban, hogy mennyi támogatást lehet beszerezni, illetve esetleg mennyi nemzetközi partnert lehet szerezni különböző politikai projektjeihez, de fő dolog az, hogy az Európai Unió az adjon valamennyi pénzt Magyarország számára, és teljesen mindegy, hogy aztán az ukrán támogatás az milyen mértékű, hogy fizetsék. Ezzel kapcsolatos viták, ezek mind csak abban a kontextusban értelmezhetőek a magyar kormány szemszögéből, hogy mennyi pénzt tud
ez Magyarországra hozni, nyilván mondjuk radikális politikai változás nélkül hazai helyzetben, és ebben próbál lavírozni, nyilván ebben a manőverezésben mondta azt, hogy elment a falig, és amikor azt mondta, hogy valamennyi eredményt ért decemberben, ugye az volt, hogy valamennyi forrást a visszatartott forrásokból decemberben egy napon a tárgyalásokkal, vagy talán egy nappal előtte. Megkaptak. Egy nappal. Fontos. Hát az a tárgyalások része volt szerintem, nagyon meglepő lett volna, hogy pont egy napon. Na, de ez nagyon fontos mozzanat, ugyanis azért kapta meg, mert volt egy hallgatólagos megállapodás, hogy akkor ő együttműködő lesz. Na most ezek után ő nem működött együtt, hanem majdnem kudarcba fulasztotta az egész csúcs találkozót, és ezért dühödtek meg rá annyira, és ezért mondják most mindenütt, hogy kiszámíthatatlan és veszélyes partner, mert azt látták, hogy nem lehet rá számítani, nem lehet megvásárolni. Ugye ezt valamelyik újság le is írt, a New York Times írta tegnap, igen. Ideig azt hitték, hogy neki csak a pénz kell, de kiderült, hogy az se, tehát valami egészen más mozgatja. Hát aztán most végül mégis csak kiderült, hogy... A pénz számít persze, tehát igen, jó, tehát de most már nagyon nagy volt a tét, most már nem kis pénzről volt szó, hanem az összes. Lehet-e ennek még következménye hosszabb távon? Arra gondolok, hogy ez az egész húzavona hogyan hatott Magyarországra megítélésünkre. Donald Tusk használta talán a legeslegkeményebb szavakat. Ő úgy fogalmazott, hogy Orbán ellenállása nem csak Ukrajna, hanem az unió biztonságára is veszélyt jelent. A magyar miniszterelnöknek tudnia kell, hogyha nem fejezi be a játékát, ő lesz a felelős Ukrajna bukásáért. Orbán tettei nem maradhatnak következmények nélkül, ha nem is ma. De a jövőben reagálni kell rájuk az uniónak, ezt mondja Donald Tusk. Én úgy gondolom, hogy megérett a felismerés, hogy most már keményen lépjenek föl, és azt várják, hogy korrekció történjen. Ugye idáig az volt a magyar külpolitikának a drámája, azt mondhatom, hogy amikor már látták, hogy nagyon rossz irányba mentek, akkor Orbáni kifejezéssel meghosszabbították Bicskéig. Ugye Orbán meghirdette a radikális külpolitikát, a ninja politizálást, és ment is előre, ahelyett, hogy akkor már látható volt, hogy mibe fut bele. Ha ezt folytatja, akkor mind itt, mind pedig a NATO-nál is nagyon kemény, tehát az Egyesült Államok esetében nagyon kemény következmények jönnek. Ez most már nagyon ott van a láthatáron, hogy Magyarországot, vagy a magyar kormány, de hát ez mindannyiunkat érintenek ezek a dolgok, ezt most már büntetni fogják. Tehát úgy érzik, hogy egzisztenciális kockázatot jelent, ezt mondta el Donald Tusk, az ő politizálása. Én úgy gondolom, hogy közben pedig most már azért ez a minta ez látszik, tehát ez nem tegnap kezdődött, hanem ez most már egy évek óta zajló folyamat, és ezért most már nyugatiak, meg a brüsszeliek, tehát a központiak, meg az egyes tagállamok vezető is most már nagyjából látják, hogy Orbán Viktor körülbelül mit szokott csinálni. Most lehet, hogy egy picivel tovább ment, de hát azért csak megálltotta volna. Igen, tehát hogy nagyjából tudják most, hogy mire reagál, minél fog megállni, tehát most is azért ugye nem tudjuk pontosan, hogy mik mentek a háttérbe egyeztetések, de azért most már látjuk, hogy nagyjából tudják, hogy mik azok a fenyegetések, amikre reagál, és mindeközben azért azt is tudjuk, hogy például az ukrán támogatás, vagy esetleg más ügyek kapcsán is, azért nem teljesen egységes a nyugat-európai közélmény sem, ott is van egy mondjuk egész számos kisebbség, de azért hangos, aki mondjuk nem feltétlenül támogatja annyira Ukrajnát, és amikor Orbán Viktor ezekkel aggályoskodik, akkor lehet rá mutogatni, hogy hát ő az, akit akadályozza ezt a hosszú folyamatot, amit aztán nagy nehezen mégis végrehajtottak, és ők is úgy tudnak hazamenni, hogy a gonosz aggályoskodót azt sikerült megállítaniuk. Tehát nekik is ez egy otthon nagyon jól kommunikáltó dolog. Bizonyos szempontból jól is jön nekik az, hogy Orbán Viktor mindig elmegy a falig, mert mindig el tudják mondani, hogy ők viszont megálltak és erősen tartották azt a falat. És itthon hogyan lehet ezt kommunikálni? Most persze külpolitikáról beszélünk, de választási műsorként beszéljünk azért egy picit belpolitikáról és kampányról is. A kampányban hogyan hat? Ugye most az ellenzék elmondja, hogy idézek tőle, bohócot csinált magából, hogy szembe ment saját magával a miniszterelnök, nem csak magával ment szembe, hanem azokkal is, akik kitöltötték a nemzeti konzultációt. De a Fidesz törzszavazóit vajon ez mennyire érdekli, vagy a bizonytalanokat mennyire érdekli? Én azt gondolom, hogy a Fidesz törzszavazóira ez nem hat. Tehát Orbán Viktor azért tudja ezt csinálni, mert ő biztonságban érzi a hátát, olyan hatékony kormánypropaganda gépezetet épített ki, és olyan mértékig birtokolja ezt a szavazó réteget, és ennek a hitét és követői magatartását, hogy ezt szinte semmi sem tudja megingatni, főleg azért nem, mert el se jutnak hozzájuk igazából a hírek. Az jut el, amit ő mond. És hát ő mit mond?
Hát ő azt mondja, hogy győztünk, elértünk dolgokat, hogy például olyan nyilvánvaló valótlanságokat mond, hogy megakadályoztuk azt, hogy a magyarok pénzét az ukránoknak adják át. És ez sokaknak tetszik, csak hát ez sehol szóba nem került. Nem is lehet, mert a költségvetés módosításával lehetne csak, amihez viszont tényleg egyhangúság kell. Tehát képtelenségeket mond, de nem érdekes, mert nyugodtan számíthat arra, hogy a szavazói nagy része az tájékozatlan. Nem tudja, hogy mi van. Csak azt hallja, amit ő mond, meg az ő emberei mondanak, és abból az jön ki, hogy többen ő most is egy jó kompromisszumot kötött, harcolt, küzdött, többet nem lehetett elérni. Tehát aki nem lát ki ebből a buborékból, az úgy gondolja, hogy minden rendben van. Bizonytalanul, Gergely, nyilván nehéz megmondani, hogy mennyire látnak ki ők a buborékból, ha egyáltalán buborékban vannak rájuk, mennyire lehet ez hatással? Szerintem azt azért hatékonyan próbálja kommunikálni, hogy a kormány, és ez szerintem mindenféle szavazóhoz eljut, hogy akkor ő itt most nagyon összekötötte tényleg az ukrán ügyet a magyaroknak járó pénzzel. Most az, hogy ennek mennyi a valóság alapja, az majdnem mindegy, ez a kommunikációs stratégia, és ez azért tud jól működni, mert azért ez nem csak Magyarországon, mindenhol az van, hogy a helyi, a tagállami politika az, ami igazán fontos. Tehát az ukrán ügy, mondjuk balti államokban, Lengyelországban talán tényleg kiemelt fontosságú, de mondjuk akár Franciaországban, Hollandiában, mit tudom én, ott is elsősorban azzal foglalkoznak, hogy akkor az Európai Unió különböző politikai miatt nekik mennyi pénz marad, milyen jogaik vannak, milyen lehetőségeik. Magyarországon is így van ez. Tehát a magyarokat is elsősorban az érdekli az Európai Unióval kapcsolatban, milyen lehetőségeket kínál, és mondjuk milyen pénzeket juttat, mennyivel lesz jobb az élet Magyarországon attól, hogy az Európai Unió ilyen meg olyan döntéseket hoz. És Orbán Viktor erről beszél folyamatosan, hogy a különböző uniós döntések azok hogy érintik a magyaroknak az életszínvonalát. Az teljesen mindegy, hogy ennek valóság alapja mennyi, ezt nagyon nehéz megállapítanunk egyébként is. De az a lényeg, hogy ő ezt ebből a szempontból hatékony csinálja, és ez a bizonytalan szavazóknak, vagy olyanoknak, akik ilyen szavaztak már a Fideszre, de nem biztos, hogy most még egyszer elmennének, főleg az EP választáson alacsonyabb szokott lenni a részvétel, tehát ott fontos mozgósítani. Itt egy olyan kérdési teszi az európai kérdéseket, ami a magyaroknak a mindennapi életére is kihat, nem pedig olyan, hogy hát Európában itt valami fontos döntéseket hoznak, de az most mindegy nekünk, hogy az ukrán fronton mi van, hanem hogy nem, ez minden egyes döntés forintban mérhető, és így egy nagyobb tétet ad igazából az európai választások. Egyébként egészen nagy tétet ad, most akkor belekapaszkodom itt a végszavadba, és akkor jön a mai idézetünk, a Voxban szoktunk idézni politikusoktól, kérem a kollégákat, hogy tegyék ki, Orbán Viktortól származik egyébként, és az EP kampányra és az EP választás tétjére vonatkozik. Azt mondja, hogy nekünk nem ilyen Brüsszel kell, hanem olyan, amely kiáll a nemzetek megbecsülése, szuverenitása mellett, hagyja, hogy az országok a saját kulturális hagyományaik alapján eldöntsék, miként kívánnak élni. Győzni kell a következő európai parlamenti választáson, és át kell venni Brüsszel politikai irányítását. Ugye ez a tét a miniszterelnök szerint. Mekkora annak az esélye most, hogy átveszik Európa politikai irányítását, hogy itt egy jó, új jobboldali tömbről, erőről lenne szó? Szerintem ennek semmilyen realitása nincs. Tehát itt az látszik, hogy a miniszterelnök nagyon elrugaszkodik a valóságtól. Nem tudom, hogy ténylegesen arról van szó, hogy nem is tudja, hogy mi a valóság, vagy pedig manipulálni kívánja a hallgatóságát. Miről van szó? Valóban van egy jobboldali erősödés, ez nem kérdéses. De ez az erősödés, ez a mostani előrejelzések szerint maximum a képviselőhelyek 30%-át éri el, akkor, ha összeadjuk a két jobboldali vagy szélső jobboldalinak tekintett csoportot. Tehát a konzervatívokat és az identitás és demokráciát. Ez akkor maximum. De azért ezt nem lehet ilyen mechanikusan és egyértelműen összeadni, hiszen ott van Giorgia Meloni, akit ugye oda számítjuk, és ő a vezetője a konzervatív csoportnak, aki ma teljesen európai ügyekben, teljesen a főárammal együtt szavaz. Ott van ebben a csoportban Petr Fiala, cseh miniszterelnök pártja, egy klasszikus konzervatív párt, egyáltalán nem szélsőséges. Tehát ez egyáltalán nem biztos. Ugye nem is... Bocsánat, hogyha már Melónit említette, ez teljesen mai hír. Orbán Viktor beszélt arról, hogy milyen frakcióba fog beülni a Fidesz, Meloni frakciójába, az olasz sajtónak árulta el. Hát ezt tudtuk, hogy egy éve kísérleteznek ezzel. Azt is tudtuk, hogy Meloni nagyon kemény feltételeket szabott. Az is érdekes, hogy Meloni erre a hírre hogy reagált. Ő ugyanis úgy reagált, hogy hát ez azért még nincs eldöntve, majd a választások után fogunk erről beszélni. Meloni egyébként alapvetően Ukrajnához kötötte, az én információm szerint is, de ez már a Bloombergben is megjelent, azt, hogy mi legyen. Ebből tulajdonképpen kettőt most Orbán teljesített, ugye három feltétele volt, hogy a csatlakozási tárgyalásokat támogatnia kell, az anyagi támogatásokkal nem gördíthet akadályt, és rendeznie kell a kétoldalú kapcsolatot. Ez a harmadik, ez döcög. Ez, hát volt most egy külügyminiszteri találkozó, de azért nem tűzte ki időpontot arra, hogy találkozzanak a miniszterelnökök, tehát ott még van egy kis gond, szerintem Meloni erre vár. Na most, hogy talán, hogy együtt összeáll egy nagy jobboldali több? Nem.
Az én belső információim szerint május 9-ére terveznek ugye ez az Európa Nap, egy közös nagygyűlést a két párt vezetői, ahol aláírnának partnerségi együttműködést, vagy stratégiai együttműködést, de nem egyesülnek. És ez nagyon fontos. Tehát nem jön létre a nagy tömb, nem is tud, mert a tagpártok között olyan belső feszültségek vannak, hát a Fiala például azzal fenyegetőzött, hogy ha Orbánék bejönnek, akkor ő kilép. Ezt most valahogy aztán megszelidítették, tehát ezért beszél Orbán Viktor arról, hogy a választások után oda fog csatlakozni, de hát ott is az AfD és a PISZ, a lengyel PISZ között nagyon éles feszültségek van. Nem tudnak igazából egy közös csoportot alkotni, valamilyen lazább együttműködés lesz. Ha lesz is, ez 30%. Ez nem éri el a 33%-ot sem, ami bizonyos, nagyon ritka ügyekbe, de például ilyen, mint a 7-es cikkes eljárásban fontos, mert ott minősített többséggel. Egyébként egyszerű többséggel dönt a parlament, tehát bőven meg lesz a 4 nagy párt, vagy a 4. Tehát mondjuk azért a 30 és a 33% között az a 300 nem olyan nagyon sok, és azért még van idő a választás. Gergely, mit gondolsz erről? Pont egyébként a te kolléganőd Lakatos Júlia mondta azt, hogy igen, erősödnek ezek a pártok, és azért, mert az európai fősodor nem hajlandó szembenézni a társadalmi elégedetlenséggel, és csupán ideológiai alapon politizál. Azért látjuk, hogy most milyen tüntetések vannak, és még van a választásokig 4 hónap. Vannak valós, az Európai Unió való kritikának vannak valós alapjai Nyugat-Európában, és Brexit is egyébként ilyen ennek az eredménye volt, tehát ez nem egy ma kezdődő valami. Van egy alapvető elégedetlenség ugye a Brüsszellel kapcsolatban, hogy általában nem feltétlenül olyan, mint Magyarországon, mindenhol ez egy kicsit másképp nyilvánul meg, de azért látható, és ennek folyamán egyébként néhány szélsőbaloldali párt is megerősödik, és több helyen ilyen a radikális jobboldalhoz köthető erők is. De azért azt valóban látjuk, hogy mondjuk tényleg ez a két egyébként össze nem adható szervezet is együtt körülbelül olyan erős lesz jelen prognosztizálások szerint, mint a néppárt önmagában. Tehát ezért nem lesz az, hogy ők lesznek itt egyértelműen a domináns erő. Az látszik, hogy a liberálisok abszolút visszaesnek, és mondjuk a helyüket veszik át, de hogy a szocialisták, a szociáldemokraták, illetve a néppárt ereje azért még mindig alapvetően meg fogja határozni az Európai Parlamentet. Viszont ugyankor az európai parlamenti választások nagyon érdekesek, mert utána mindig annyi győztes van, hogy elképesztő. Tehát, hogy nagyon nehéz igazán megmondani, hogy ki nyert. Nyilván, aki javított az eredményen, az fogja mondani, hogy itt nagy győzelem volt, és nagy valószínűséggel tényleg ezek a jobboldali erők előrébb fognak jutni, mint voltak 5 évvel ezelőtt, és innentől kezdve a győzelem az már, gyakorlatilag a győzelmi híradás az már ki is adható. Teljesen mindegy, hogy ez a valós európai politikában pontosan mekkora befolyást jelent, főleg azért, mert azért ezek a pártok is elég laza szövetségek, tehát itt nagyon gyakori a kiszavazás, átszavazás, kilépés, belépés, tehát azért ezek nem olyan pártok, mint amit mondjuk így nemzeti szinten képzelünk el. Itt igazából ez tényleg csak a választások után ilyen rövid kommunikáció szempontjából különösen fontos. Nagyon nagy átalakulásra nem lehet számítani, mert ahhoz nagyon-nagyon földindulás kéne legyen Európában, és azt még nem látjuk a közénkutatásokban. No, tekintsünk egy picit a tengeren túlra is, mert hogy ott is van, hát most már kampány van, és lesz egy nagyon fontos választás. Ugye Orbán Viktor egyértelműen Trump mellett tette le a voksát, mindent arra tett fel, hogy a republikánusok nyernek. Jöjjön egy idézet Trumptól, 2 egyébként, amik el is híresültek már. Azt mondja Trump, ismerem az összes szereplőt, a jókat, a rosszakat és a gyengéket. Tudják, van egy nagyon erős játékos, Orbán Viktor. Hallott már róla valaki? Ő Magyarország vezetője. Magyarország Ukrajnával és Oroszországgal is határos. Még egyőre nem. Pontosan idézzük, Orbán Viktor kemény srác, nem enged be senkit az országába, drótkerítést húzott a határa, ahol 10 méterenként katonák állnak. Azt egyébként nem írtuk ki, de hát ezt mondja, ő valószínűleg az egyik legerősebb vezető a világon, ő Törökország vezetője. Szóval azért hoztuk ezt a két idézetet, mert valójában, ha Trump nyer, akkor mire számíthat itt Orbán Viktor? Vagy Erdogan, nem tudom most, nem akarom elviccelni. Szerintem eltúlozza a várakozásait Orbán Viktor. Hát először is Trump számára Európa nem olyan fontos. Ezt tudjuk az előző ciklusából. Tehát ő ugye a maga mozgalma is az, hogy tegyük Amerikát újból elsővé és erőssé nagyjá. Tehát ő Amerikára fog koncentrálni. Másrészt azért a republikánus párt nem feltétlenül és nem teljes egészében trumpistákból áll, és nagyon sok hatás fogja érni Trumpot is, meg az adminisztrációt is. Például ugye az a mai hír,
hogy egy republikánus szenátor javasolja azt, hogy Magyarországgal kapcsolatban vezessék be, vagy fontolják meg a vízumkényszer bevezetését és a Magnitsky törvények vizsgálatát, mérlegelését, azért az arra utal, hogy egyáltalán nem egységes ebben a republikánus oldal sem. Sok kritikus van ott is a Magyarországgal kapcsolatban. Ráadásul van egy olyan kérdés, amiben rögtön szembe fognak kerülni, ez Kína. Ugye hát Trump ma bejelentett, hogy egy 60%-os vámot akar kivetni minden kínai termékre. Itt nagyon ki fog éleződni az amerikai-kínai viszony, és ebben valószínűleg szövetségeseketre számít a Trump, és hogyha ebben nem áll Orbán Viktor mellé, már pedig ő nem akar mellé állni, mert ugye teljesen elkötelezte magát a kínai akkumulátorgyárak és egyebek mellett, akkor itt csak sok-sok feszültség lesz. Tehát nagyon el van túlozva, hogy ez milyen hatása jár, de egy biztos, hogy az ő szempontjából kedvezőbb, mintha a demokraták nyernének, mert ugye egy biztos, jogállamiság ügyekben nem fogják kritizálni Washingtonban. Gergely, egy fél mondatot maradt. Igen, tehát valójában a külpolitikát tényleg nem az elnök csinálja ilyen kis szinten, mint Magyarország. Tehát itt arra lehet számítani, hogy nagyjából ugyanazok fogják csinálni, mint eddig is csinálták, meg 10 évvel ezelőtt is csinálták. Ezért egy nagyon nagy fordulatra nem lehet számítani. Egy-két ilyen közbeszédbe berakott mondatra lehet inkább számítani a médiában, sem mint alapvető külpolitikai fordulatra Amerika és Magyarország kapcsolatában. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük mi is. Köszönjük.